a család, mert olyan édes az otthon. Hazaviszem a titkaimat, minden terejt az otthon. Olyan édes, oly édes, ha múlnak a percek. Néha szavakat dobálunk szerte szét, mert az igazat keresem én. Otthon édes, édes otthon, néha mennyország, néha pokol. Néha gyűlölünk, vagy szeretünk, néha önfeledten nevetünk. Édes otthon! Mit csinálsz, mókusom? Újságot olvasom. Nem vagy éhes. Hoztam egy kis süteményt, de olyan rossz, hogy nem bírtam megenni. Megeszed? Majd később. De figyelj, ez újság, ez egy marha jó, ez egy ilyen felméréses újság. Mindenfajta ilyen statisztikák vannak benne. Azt mondja, tudtad, hogy fél percenként szül egy nő a világon? Érted? Fél percenként szül egy nő a világon. Ez óriás. És akkor hány gyereke lehet egy év alatt? Kinek? Hát ennek a nőnek, aki fél percenként szül. Hát nem viccelj vele, itt nem egy nő szül, hanem általában a nők szülnek fél percenként a világon. Ah, értem. Na, ilyenek vannak benne. Na tényleg, majd csak itt láttam érdekes. Na ez még érdekesebb. Azt mondja, egy nő átlagjában 30 000 szót használ naponta. 30 000 szót? Na persze, nem minden nő, most azért magadra nem kell venned azért. De... És a férfiak? A férfiak? Várjál csak azt, a férfiak... Na, a férfiak ellenben csak ennek a felét. Ennek csak a felét? Hát ez valahol érthető, hiszen egy nő mindig mindent legalább kétszer mond el egy férfinak. Mit mondtál, Dága? Semmit. Most bezzeg pihen, élvezi a napsütést. Egész éjjel bezzeg a rádiója üvöltött, hogy egy hunyás nem tudtam tőle aludni. Sütkérezünk, csak a madárkákat hallgatjuk. Piszok. Mit mérgelősz, drága? Ez a piszok szomszéd, nézd meg, ott hever. Élvezi a napsütést. Bezzeg egész éjjel egy hunyás nem tudtam tőle aludni. Olyan hangosan hallgatta a rádióját. Készültem. Ó, te zseni vagy. Na. Mindent megbocsájt nekem. Jó asszony, mindent. Apa, igen? Ilyenkor a reggel milyen csinos vagy? Én, de hogy vagyok csinos? Hát én mindig így szoktam járni, ugye, hát ez nekem egy éjjel napi viseletre, mert én kellek, fekszem, zuhanyzom, ugye. De hogy vagyok csinos? Jó, igen, most már értem. Megbocsájt nekem. Jó, szó. Mindent megbocsájt. Itt a finom tejfölös puszedli. Ez minek? Hogy minek? Anyám, mikor elutazott, azt mondta, hogy vendégélje meg a kedves tanárnőt, ugye? És én, hát nekem egy ebéd összedobása szinte pillanatokat megvan, ez percekig se tart, ugye? Hát ez finom tejfölös puszedli, ugye? De a tanárnő nem is szokott velünk ebédelni. Hát, de most fog, ezen túl fog, igen. Ugye, kedves tanárnő, tessék parancsolni. Kosták meg az én finom tájfölös puszedlimat. Apa, igen? Nincs is tél? Hát majd hozzáigazítjuk az órát. Ugye, olyan leveleket kapok, én nem bírom ezt a főnökömet, nem bírom. Nem tudok neki megfelelni, lehetek én szép, okos, bármilyen. Egyszerűen nem bírja elviselni, hogy gyönyörű a hajam, ahogy kinézek, nem.
Utálom, és csak hallgatok, és ilyeneket olvasok, közben nem lehet. Ezt egyszerűen nem lehet. Mit csinálj? Most mondd meg, mit csinálj? Utálom! Szóljál már valamit! Na jó, védj példát rólam, drágám. Én nyugodt vagyok, én velem a főre nem lacafacázik. Én bemegyek, drágám. Amikor valami nem tetszik, én oda megyek, és paf! Az asztalára csapok. Én vele nem fog kiszúrni. Én amikor azt csinálom, amit akarok, megyek horgázni, horgázok, itt van vagyok, engem nem rángat össze-vissza, mint téged. Egyik példát volna, tanuld meg. Ezen csapjak oda én is. Ahogy kell, bizony. Miféle baj lehet, édesem? Miféle, nézd meg. Nem tudom. Határozott fellépés, az első példa hangot. Na jó, vedd fel a szót, rá elmesélem neked. Halló? Hogyan kell? Igen, adom a Józsit egy másodperc türelmét, kérem. A főnököd. A főnököm? Igen. Jó. Nem mész ki egy kicsit? Hivatalos dolog is lehet, ugye? Tiszteltem, főnök úr. Tiszteltem. Igen, itt van. Nem, semmit. De. Horgászni? De, hogy akarok. De. Igen, itt van vagyunk. Vagyunk mi. Én. Nincs itt van senki. Van itt van senki, csak én ráérek. Be tudok menni. Jaj, elrontottam. Jaj, elnézést. Jaj, bocsánatot kérek. Jaj, de a nagyságos azt mondja, milliószor puszilom. Igen. És a gyereked is. Majd fújom nekik a forgót, hogyha nincs szél, akkor szívesen fújom nekik is. Akkor jó, gyerekeknek is. Jaj, megyek szívesen. Hogy ne főnök úr. Ott vagyok, már is. Ott vagyok. Hát így csapsz te oda? Tessék, oda csaptam. Most megyek. Jaj, Évike, már dehogy roppan össze a családod, ne legyél már ilyen borulátó. Hogy nem tudjátok megbeszélni? Nem, szerintem nem jó ötlet a pszichológus, nem. Szerintem üljön az egész család, és együtt beszéljétek meg. Igen. Egy pillanat. Hogyne. Nem. Nekem nincs semmi bajom a pszichológusokkal. Ez egy nagyon-nagyon fontos szakma, és tényleg csak nagyon sok embernek van rá szükség, én ezt tudom. Jó az a családterápia, persze, hogy sokat segít, de valahogy én mégis úgy gondolom, hogy... Azt nem is tudom. Egy pillanat. Ez tényleg. Hát, ilyenkor, nem tudom ilyenkor mit kéne csinálni. Igen, Évikém, itt vagyok. Igen. Jó, hát én azt gondolom, hogy családterápia igen sokat segít, de valahogy csak azután jöhet, amikor már a felek egyáltalán nem beszélnek egymással. Ó, Évikém, hát meg lehet ezt beszélni, persze. Hát akkor beszélgessél te, külön-külön, mindenkivel, igen. Beszéljétek meg külön-külön, aztán persze beszélgessetek együtt is. Egy pillanat türelmet. Józsikám, Józsi, gyere csak, gyere! Na és persze, Évikém, külön-külön, ha úgy sem megy a beszélgetés, hát akkor, hát igen, egy pillanat. Józsikám, gyere már, légy szíves, no. Igen. Hát, ha akkor sem, hát akkor jöhet a családterápia, akkor lehet beszélni a pszichológus, és akkor tényleg jöhet a pszichológus. Egy pillanat, Évikém, egy pillanat, le kell tegyem, mindjárt visszahívlak. Halló? Halló, életem, Józsikám, gyere, édesem. Igen, én is szeretlek. Na, drágám, hát képzeld, hogy jönnek, mennek a gyerekek, fölemegyik a fedőt, bekukkangatnak, látják, hogy semmi krumpli nincs, nem mennél le nekem a garázsba, a pincébe, és hoznál nekem 2 kiló krumplit. Jó van, drágaságom, már is megyek, én is éhes vagyok. Na, jó, éhes vagy, jól van, drágám. Akkor hozzá vagy 2 kilót. Jó, halló? Halló? Évikém? De édes vagy. Hát, hogy mi van velünk? Hát velünk minden a legnagyobb rendben. Persze. Hát, mi mindig mindent megbeszélünk. Mókuci? Alszom. Ne bújjak ide mellé. Alszom.
olyan szép idő van. Menjünk el sétálni. Alszom. Moziba? Alszom. Aludjunk együtt a hálószobában. Alszom. Jó. Akkor megyek és csinálok egy kis vacsorát. Szia, apa, alszol? Nem alszom. Figyelj, este elmegyek bulizni. Nem adnál egy kis ezrest? Egy kis ezrest? Igen. Alszom. Ez borzasztó. Tudod, hogy a mamának a születésnapja van, ugye? Mamának? Uh-huh. Apropó, a kedves mama már 5 év óta ünnepli 70. születésnapját. Ennyire tovább lépnie szerintem. Ugyan már, szegénykém. Ő is Isten teremtménye. Ha nem is éppen tökéletes. No jó, én tökéletes nőként hirdetem a munkatársaimnak. Elmondom az én anyósomnak a méretei, egyszerűen utánozhatatlanok. 73-szor, 42-szer, 75. És az a lábnyom a homokban. Anyuka, hát csodálatos asszony. Vettem anya születésnapjára egy könyvet, de nem tudom, hogy hova tettem. Nem könyvet? Láttad? Igen. Valami olyasmi volt a címe, hogy hogyan éljünk túl mindenkit, vagy... Tudom, azt én kidobtam. Hogy? Mert attól féltem, hogy tényleg a kedves mamának vetted. Hát akkor most lekapcsoljuk a villanyt is. Alukázunk. Jaj! Ne ijeszgessél szépen. Más jaj! Máskor is történt már ilyen, most milyen nagy dolog, hogy alszunk egy jó. De ott! Józsikám, ott! Itt vagyok, édesem. Itt vagyok, nem ott vagyok, itt vagyok. Ott a sarokban. Mi van ott? Én nem látok semmi szemben. Ott a sarokban. Mi van jaj! Ott? Mi az, édes? Hát az egy kis pókocska. Na, hát öld meg, legyél már végre férfi. Dehogy öröm, hát ez egy oktopusz pacipusz. Oktopusz pacipusz? Igen, így van, bizony, oktopusz pacipusz. Te milyen okos vagy. Tudod, most lekapcsoljuk a villanyt, és alszunk hármasban. Nem, drágám, öld meg. Jaj, édeszíva, hogy ölni? Sőt, most látom, nem is egyedül van, ketten van. Ez két oktopusz pacipusz. Szok. Hát, oktopusz pacipuszok. Sőt, várjál csak, ha jól látom, hát ezek, hogy is mondjam, hát akcióban van. Nem értem, az micsoda? Hát hogy micsoda, hát szóval, olyan, hát házas életet élnek, úgymond. Jó, akkor megvárjuk, és aztán azután ölöd meg. Én inkább béké hagyom őket. Átköltözöm a előszobába. Ma várj egy picit. Bocsáss meg. Oktopusz, pacipusz. Hát jó, akkor hagyjuk őket békébe. Legalább ők legyenek boldogok. Yeah.